év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele következik. Aki a díjat kapja, Karamell! Átutazó! Gratulálunk! Vajon merre lehet? És most fentről keressük meg Karamellt, ha valaki látja, akkor küldje ide, mert kért egy fonogram díjat. Itt a Karamell, nagy tapsot kérünk neki! Gratulálunk! Te bizony, gyere! Fonogram díjat kaptál, igen! Ennyire nem reménykedtél ebben? Gratulálunk, gyere, rohadj! Nem számítottál? Elindultál haza? Nem, hanem hátul voltam, mert mondtak, hogy hátul várjak. De ezt egyébként egyszer eljátszottam 2006-ban, és akkor nem vettem el azt a mindenit. De most átvetted. Ma lehetek új vagy a régi. Rohan az idő, és senki sem érti. Két mutató, ami méri. Egy üldöző, és aki őt utoléri. Mindig a sors fut az élet. A szerelem tánc, pokol vagy az éden. Felhőktől mesztelen égen. Most lépj elő, és állj meg a fénybe. Azok döntik a falakat, kik tudják az igazat. Nem menekülj, úgy semmi sem sikerül. Most lépj elő, és állj meg a fénybe. Én nagyon boldog vagyok attól, hogy évről évre egyre erősebb a mezőny, tehát hogy tényleg alkotnak a művészek, és készülnek erős hangfelvételek. Tehát van mivel foglalkozni, és ez szerintem a legfontosabb dolog ebben az egészben. Az új kategória az egy régi kategória valójában. Ez létezett, csak egy pár év óta parkolópályán volt amiatt, mert ezt annak idején, ez egy közönségszavazásos kategória, ellentétben az összes többivel, amelyik mindegyik szakmai zsűri alapján dől el. Ez az egyetlen közönségszavazásos kategória volt, az évdala, amit korábban mindig az éppen aktuális rádiós partnerünk szavaztatott meg a hallgatóival, de most az idén rájöttünk arra, hogy ez valahol olyan szempontból egy őrültség, hogy közben az online zenehallgatás viszont annyira felfejlődött, hogy simán az embereket meg lehet szavaztatni egy rádió nélkül is online felületeken. Tehát borzasztó egyszerűen hangzik, de rá kellett erre döbbenni. És nagyon jól is működött, nagyon sok szavazatot kaptunk, állati jól bevált a dolog. Az év hangfelvétele, amit mi már Bogival tudunk. Igen. Az AK-26! Tori! Gratulálunk! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Nagyon meglepő számomra ez a díj, és nagyon szépen köszönjük minden szavazónak, aki szavazott ránk a szavazáson. Illetve a producer úrnak még hagyj köszönjük meg, aki nekünk csinálja a dalokat folyamatosan. Igen, egyébként az esélytelenek nyugalmával ültünk itt le, mert nem gondoltuk, hogy megnyerjük ezt a díjat, ugye? És szeretnék egyébként gratulálni az összes előttnek, Curtis, Animal Cannibals, Király Viktor, sziasztok! Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek! Volt-e olyan valaki, akinek nagyon szurkoltál a mai díjátadogálán? És mégsem nyertek. Hogyne, Paja Beának szurkoltam nagyon, és nagyon örülök, hogy át is vette. A Follow the Flow-nak szurkoltam, ők nem kaptak, de hát májusban indul a nagy színpad, ugye, és ott majd bizonyíthatnak, mert a legjobb 8 között van, és egyébként a Kováéknak is nagyon szurkoltam, általában ugye azoknak, akik úgy zeneileg, meg úgy baráti szinten közelebb állnak hozzám, ők mindegyiknek szurkoltam, de alapjában az az igazság, hogy mindig azok nyertek, akire nem számítottam. Tehát valójában nem tudom meghatározni, hogy ki a jó zenész Magyarországon, vagy ki a jó dal, vagy mi a jó dal. Mindenkit ismertem, mindenkinek szurkoltam, de azért a szívem csücske a Full Moon volt, hiszen én együtt dolgozom a Full Moon egyik oszlopos tagjával, Molnár Gáborral. Emiatt egy kicsit csalódott vagyok, hogy ők nem kaptak díjat, de hát örülünk a jelölésüknek is. Most tulajdonképpen a gálamért jöttél az, mert nemrég még külföldön voltál, úgy láttam. Amerikában turnéztem, igen, New Yorkban és Washingtonban voltak koncertjeim, úgyhogy mondhatjuk, hogy onnan érkeztem, igen. Elvárásnak megfelelő volt a díjátadó is maga a műsor, hogy érzed zenészként? Én egy kicsit elfogult vagyok, mert hogy én itt játszom egy előadást, de azt nagyon sokszor. Én azt mondom, hogy mindenki előtt le a kalappal,
szerintem elfogadható volt, szerintem mindenki kitett magáért, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Amíg Szürcsöl, addig elmondanád nekem, hogy volt-e valaki, akit nagyon-nagyon szerettél volna, de nem muszáj megmondani, hogy ki, csak hogy ilyenkor az, hogy mondjam, ilyen csalódásszerűség Talán annyi, hogy mi nem voltunk jelöltek, és nagyon bízunk benne, hogy jövőre talán mi is jelöltek lehetünk, és jövőre talán mi is bezsebelhetünk egy fonogram díjat. Most jelenik meg a napokban a legújabb videoklipünk, a Fekete-Fehér címmel, és ez az előfutára a Sputnik című nagylemezünknek, ami április közepén már a töltőállomásokon lehet kapni. Nagyon nehéz szülés volt. De borzalmasan meg vagyunk elégedve a... Nem, ez így nem jó. Borzalmasan meg vagyunk elégedve, az egy ilyen negatív konstelláció. Nagyon meg vagyunk elégedve a végeredménye. Nagyon szeretjük ezt a lemezt, és úgy gondolom, hogy ez egy hiper-szuper lemez. Ne haragudjon, megkérdezem, ki adta a Sputnik címet? A Szabi. Ha azt mondjuk, hogy vár, míg fel kell majd a nap, angyallány vagy jég, dupla viszkivel, akkor szerintem mindenki tudja, hogy az idei életműdíjat Lerk István kapja. Egy pár nappal ezelőtt Charlie-val és Dorozsmai Péterrel hármasban, sajnos Pisti nem tud velünk lenni most, de elvittük neki a díjat és átadtuk neki, és nagyon-nagyon örült neki, és nagyon köszöni mindenkinek a megbecsülést és a szeretetet, és nem gondolnék semmi más mondani most pillanatnyilag, mint hogy ahogy látja majd ezt a műsort, vagy most látja, azt kívánjuk, hogy érezze azt a tiszteletet és azt a fantasztikus szeretetet, amit érzünk iránta, szeretünk, Pisti. Így van. Köszönjük szépen. Ilyenkor, amikor egy ilyen duel, mint például a Ler Pisti. Az ember nem gondolkodik el azon, hogy úristen, mikor fogok ide érni? Nem rólatok van szó, amúgy a zenészekről. Nekem ez futott át az agyamon. Hát figyelj, szerintem ez egy ilyen folyamatos metamorfózis. Tehát minden zeneszerzőnél, szövegírónál folyamatosan azért munkálkodunk, hogy persze ahhoz azért, hogy meglegyen a közönség siker, és imádja a közönség azokat a dalokat, amiket alkotunk, azért mégis egy ilyen ilyesfajta elismerésre, vagy ilyesfajta munkásságra, egy életműre próbál mindenki törekedni. Nem tudtam, hogy életműdíjat kap, de ugye abban a pillanatban, hogy ugye a dalokat elkezdték sorolni, egyértelmű volt, hogy a Ler Pistának a dalai. Én ennek nagyon ülök, hogy életműdíjat kapott. Sajnos azt kell mondjam, aki belefut már abba az életkor, hogy életműdíjat kap, az bizonyos, hogy is mondjam, nem csak zenei tudás, meg életmű áll a háta mögött, hanem kor is, de reméljük, hogy még nagyon sokáig velünk marad, meg mindenki, aki életműdíjas, mert hogy valójában ők példaképek, meg előttünk járnak. Azt, hogy a Ler Pista kapta, annak örülök. Ha valaki, aki valóban szerintem megérdemli, olyan dalokat tett le, ami örök, mondjuk ezt, örök zöldek, bármikor értékesek és szépek, örülök neki. Sosem vagy egy maga, csak túl kicsinke vagy, várj, mit fel kell majd a nap. Tudod, nincs mennyország, de minden síron növi rá. Várj, még fel kell majd a nap. Ezért együtt leszünk, míg végtelen az ég. Együtt míg a nap utoljára kér. Együtt mondjuk a nap ki még fél. Csecsa, várj, míg fel kell majd a nap. Te csak már, míg fel kell majd a nap. Ez volt a Sláger TV híradó összefoglalója a hazai zenei élet idei legrangosabb eseményéről, a Fonogram díjátadó gáláról.
Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!